Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Pécs TV interaktív fórum műsorát látják Pécsváros önkormányzatának frakcióvezetőivel, illetve helyesbítenem kell, hiszen az SZDSZ frakcióvezetője nem tudott a ma esti adásra eljönni, de őt pótolja és helyettesíti Veller János, akit mindjárt szeretettel is köszöntök és bemutatom. Bókai Endre frakcióvezető, az MSZP képviselője, a jobbomon, aki nyilván önöknek balra van, és szeretettel köszöntöm Nagy Csaba frakcióvezetőt, a Fidesz képviselőjét, valamint Várbíró Pétert, az MDF-MIF frakcióvezetőjét, és az ő képviseletükben jött a Pécs TV stúdiójába. El kell önöknek mondanom, hogy a ma esti beszélgetésünk első és legfontosabb kérdése az természetesen, hogy milyen lesz a 2006-os év. Mire jut majd pénz, illetve mire nem jut majd pénz 2006-ban, mire lehet számítani a közalkalmazotti szférában, mennyi lehet a béremelés maximális összege, mennyi hitelt vehet fel a város, mert ezek ebben a kis írományban, amit a beharangozóban is mutattam önöknek, összefoglalták, ezeket ebben az írományban összefoglalták, és ezt úgy hívják, hogy Pécs megyei jogváros önkormányzatának 2006-os évi költségvetési koncepciója, ezt fogja csütörtökön tárgyalni a közgyűlés. Mielőtt azonban erre a nagyon komoly kérdésre rátérünk, egy nem kevésbé komoly, de azt hiszem sokkal vidámabb hangulatú kérdéssel szeretném kezdeni a beszélgetést, és azért nézek körbe, hogy kinek lesz majd először hozzá mondandója. Ebben a körben még nem beszéltünk arról, hogy Európa kulturális fővárosának Pécset fogja javasolni Magyarország kormánya, és ez azt jelenti, hogy 2010-ben Pécs lesz Európa kulturális fővárosa. Mit jelent ez az önök szempontjából? Van-e valakinek először mondandója? Hát akkor lehet, hogy először nehéz megszólalni, és felvállalom ezt. Azt hiszem, egy fantasztikus lehetőséget jelent a város számára, hogy kitörjön a többé-kevésbé, mi az elég, egész régió egy kicsit elszigetelt ma Magyarországon. És azt hiszem, ez a pályázat lehetővé teszi, hogy Pécs ne csak az országot, hanem egész Európában megmutassa magát. Tehát megmutassa egy szeretet Magyarországból, megmutassa egy szeretet ebből a déli régióból, abból a kulturális örökségből, amivel ez a 2000 éves város rendelkezik, tehát azokból az értékekből, és hát lehetőséget jelent a mindennapi emberek életébe is, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy magas kulturális értéket fogunk bemutatni, hanem az egész várost megújítjuk, átalakul, és egy új pályára fogjuk állítani a várost. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy klasszikus, energiatermelő városból a kultúra városával fogunk válni, és egy kitűnő jövőt fog jelenteni a számunkra. Köszönöm, mielőtt megadnám a szót a következő jelentkezőnek, szeretném felhívni nézőink figyelmét, hogy ahogy minden fórumműsorunk, ez is interaktív, tehát ez azt jelenti, hogy önöknek van módjuk kérdezni, az itt látható elérhetőségeken, ez SMS számunkat külön mondanám, az egy alapdíjas SMS, nem kell érte pluszba fizetni, 30 30 140-es vesztelszám, illetve dehogy vesztelszám, T-mobil, hogy pontos legyek. Tehát a 30-as körzet 30 30 140, talán ennyi reklámot megbocsát nekem mindenki. Én azt hiszem, hogy csatlakozni kell Bókai képviselő úrhoz. Kevés olyan téma van, ami nem osztja meg a képviselőtestületet, talán a kultúra az egyik ilyen szelet, hiszen az országos színházi találkozónak a megszervezése Pécsre hozatala is egy ilyen közös program volt még a polgári kormányzás idején. Én azt gondolom, hogy örülni kell ennek mindenképpen, de tudni kell azt, hogy tulajdonképpen az eredményhirdetés másnapján el kellett, hogy kezdődjön az a munka, ami 2010-re felépíti ezt az egész várost. Én azt gondolom, hogy a városnak az elkövetkezendő 4 éve, a 4 költségvetése, sőt, még az azt követő évek költségvetése is e körül fog forogni. Ez lesz a legfontosabb fejlesztési stratégiája a városnak. Én azt gondolom, és ezen a véleményen vagyok, és örülök annak is, hogy végül is nyáron sikerült elfogadatni a kormányzó koalícióval azt a javaslatunkat, hogy erről egy külön közgyűlést hívjunk össze, és egy külön napirendi pont legyen, egy rendkívüli közgyűlés formájában végül is a teljes testület 100%-os többséggel fogadta el a pályázatot és javasolta benyújtani. Örülök a sikernek. Hát ennek gondolom mindannyian örülünk, hogy ebben egy ilyen együttműködés van. Veller János? Kezdhetem én is, úgyhogy örülünk a sikernek. Nem csak azért, mert Pécs megmutatkozhat, Pécs kulturális élete megmutatkozhat, ahogy tetszik Európa előtt, hanem azért is, mert ezekben a napokban kerül majd testületek elé
Pécs hosszú távú fejlesztési programja, a Pécs életminőség programja, aminek egy szerves része a kulturális iparnak az alakulása. A versenyképességi pólusokra gondolok, és ennek ugye a három pillérnek az egyik pillérje a kulturális iparágiparnak a fejlődése, fejlődési lehetősége, és ennek a város fejlődésére gyakorolt hatása. Ebbe szervesen illeszkedik bele a kulturális főváros cím. Egy jó lehetőség adottság, hogy ezt a programot még jobban összehangoljuk és kihasználjuk. Viccesen viszont azt mondanám, hogy ja Istenem, nyertünk, győztünk. Azért mondhatom, mert ugye eltelt azóta most már néhány hét, és már ott kellene tartanunk, és hát bizonyos fokig tartunk, és már a háttérben munkák megkezdődtek, hogy a programokat most már apró pénzre váltani, ez nagyon kevés idő, 4 év és 2010 van. Amikor pedig január 1-től el kell indulni egy olyan látványos programmal, ami egész évben kitart, és nyilván előtte a felvezető éveket is meg kell tölteni valamilyen szinten programokkal. Ez nagyon nagy munkát jelent, aminek meg kell felelni, és nagyon gyorsan el kell kezdeni ezt a munkát. Ezért kell beleéleszteni egyetértve képviselőtársam véleményével már a 2006-os költségvetést, és nem beszélve majd a 2007-es, 8-as és a többi költségvetésről. Várbíró Péter. Csodálatos, felemelő érzés volt, és minden lokálpatrióta egyértelműen az utcától kezdve különböző intézményekig csak gratulált nekem, nekünk, a városvezetőinek, akik elindították ezt a gondolkodást, és bízom is benne, hogy ez csodálatos program lesz. Egy kis aggodalom persze azért van az emberben, hiszen csak egy rövid kis utalás arra, hogy a Gyurcsány Ferenc nevű úr a Láthatár 2020 című konferencián, amikor arról beszélt, hogy Európa válságban van-e, vagy csak elbizonytalanodás, akkor azt mondta, hogy nem képes virágzó kultúrát fenntartani az az ország, és mondom, az a város, amelyik, az a társadalom, amelyikben nem virágzó a kultúra. Nos, Bocsasson meg, ez nem volt egészen világos. Tehát mi nem képes fenntartani a virágzó kultúrát? Igen. Szó szerint itt úgy szerepel, nem képes virágzó kultúrát fenntartani az az ország és az a társadalom, mondom én így következésképpen Pécs városa, melynek nem virágzó a gazdasága. A gazdasága. És akkor itt kérek elnézést. Tehát az aggodalom abban van, hogy, és visszatérve a mai költségvetési témára, hogy valóban az a bizonyos háttér, amivel rendelkezni kell, az még nem olyan stádiumú, mint amilyennek lennie kell, de bízzunk benne, és mondom még egyszer, lokálpatriótán reményünk, hogy ez fel fog fejlődni. A jövő évi költségvetési számokban ugyan még ez nem érzékelhető véleményem szerint. A másik aggodalom pedig, hogyha már a gratuláció és az öröm újongáshoz hozzá kell, hogy tartozzon, hogy vigyáznunk kell arra, hogy ezek a megpályázott forintok valóban arra legyenek fordítva, amire az eredeti projekt, a kiírás majd kell, hogy fordítsa. De mindenképpen azon leszünk, hogy ez így legyen, és bízom is benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Hát akkor azt gondolom, hogy kezdjük a költségvetéssel. Egy általános kérdést engedjenek meg nekem. Mire jut önök szerint, és mire nem? Ahogy tudom, minden pártnak más a véleménye erről, úgyhogy nyilván a városvezető koalíció nagyobbik pártjának kellene kezdeni. Ön szerint mi az, amire jut, ami jó lesz, és mi az, amire sajnos nem fog jutni? Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget is. Hát amire jut... Mi évek óta elkezdtünk egy programot lefektetni, ami tulajdonképpen a kulturális főváros megnyerésének a cím elnyerését is szolgálta. Én 5 nagyobb területre osztanám be ezt, ami mostani költségvetésből kitetszik, ha így beszélünk róla. Az egyik az oktatási ágazat fejlesztése. Itt említhetném a beruházásokat, tehát az iskola felújításokat. Erre az elmúlt időszakban most számoltuk össze, körülbelül 3,5-4 milliárd forintot fordítottunk, illetve fordítunk. Rövidesen megkezdődik a nevelési központ felújítása, illetve említhetném most a Csokonai ismertebb névén a Messzessi általános iskola felújítását. Itt az oktatás keretén belül, mivel a kulturális főváros 2006-ban a felvezető éve az oktatáshoz fog kapcsolódni, mi nem csak arról beszélünk, hogy épületeket átalakítunk és felújítunk, hanem egy olyan beruházást csinálunk a jövőbe, amikor azt mondjuk, hogy ezeknek az intézményeknek a funkciója átalakul,
nem csak a klasszikus, hagyományos értelembe vett oktatást fogjuk folytatni, hanem ez kiteljesedik, közösségi tereket hozzunk itt létre, rendezvényeket, kulturális sport, egyéb rendezvényeket szerveznek az itt élők, tehát szervesen berészkedik ebbe a közösségbe, és egy másik funkciót át kell vetniük, ez az egész élet átvaló tanulás szerepét jelenti, tehát a tantestület és az ottani tanároknak a feladata is ki fog szélesedni. Mi ezzel próbáljuk azt a hiányt, ami most van a gyerek létszámban, a úgymond kiüresedő iskolákban feladat és funkcióként pótolni. De egy nagyon jelentős a szociális ágazat megújítása. Itt elindult egy új folyamat, új munkahelyek teremtése mellett tettük le a voksunkat, illetve annak a közönnek a különös figyelmet szenteltük, akik évek óta nem dolgoznak, és jobbára semmilyen módon nem jelennek meg a munkaerőpiacon, őket is be kell vonnunk ebbe a társadalomba, és valamilyen módon számukra egy új perspektívát kell adnunk, hiszen ha talán ők nem is annyira, de gyermekeiknek juttatott modellel átalakíthatjuk ezt a világot is. A másik az egészségügyi ágazat, ez a kitörése is a Pécsnek az egyik területe, hiszen egy nagyon jól működő, korszerű egyetemi és orvostudományi rendszer van a városban, és a három nagy egészségügyi rendszert, itt az egyetemet, az orvostudományi egyetemet értem alatta a megyei kórházat és a Pécsváros egészségügyi szociális intézményét, ezek öznek a munkáját össze kell hangolnunk, és nagyon jó beruházásokkal, amit meg is kezdtünk, a fejlesztést végre kell hajtanunk. Az élhető várost kell teremtenünk. Ez alatt azokat a programokat értjük, amikor a közutakat felújítjuk, hiszen benne van a költségvetési koncepcióban és a tervben is, hogy a Szopiáni terv keretében következő 2 év alatt 8 milliárd forintot fogunk fordítani a közutak fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy a város útjainak 40%-át megújítjuk. Ebben a programban benne van az ISPA, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a vízbázis védelme, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Pécs városát teljes egészében szennyvízelvezető, illetve ivóvízrendszerre fogjuk ellátni, illetve a mostani kevésbé jó minőségeket viszont korszerűsíteni. Megindul a reptér, tehát a város elérhetősége és a hatos út fejlesztése. 2007-re befejeződik és eléri Pécsvárosát a hatos út, és benne van a költségben is, hogy a reptér, ami nem egyszerűen luxus, mert sokak számára még talán úgy jelenik meg, hogy hát a reptér mikor fogok én repülni. Ha ma arra gondolunk, hogy egy-egy fapados repülőjegye olcsóbb a közeli városokba, akár Londonba is olykor, mint a Budapestre fölmenni Intercity-vel, hiszen jegyek vannak, akkor tudjuk, hogy ez a közlekedési forma átalakult, és nem csak az ipari, hanem a mindennapi embernek a létét is kiszolgálja, és olyan programokat hozhatunk föl, hogy itt van például közelünkben Harkány, ahová érkeznek a német turisták, nyilván szívesebben, ha egy-két órás út után ide érkeznek, és ezeket a szolgáltatásokat, amit a kulturális főváros vagy az egészségügyi alapján tud, tudunk szolgáltatni az ide érkező turistáknak, szintén átveszik. És hát most nem beszélek a kulturális fővárosról, mert biztos, hogy többet visszaérünk, de ezeket a programokat emelném ki elsősorban, ami mind benne van a költségvetésben. Ami nem, ami hiányzik, talán elsősorban olyan fejlesztéseket gondolok ez alatt, amit talán nem tudom, szóval megszakadnak bizonyos dolgok, nem tudunk folytatni egyes dolgokat, illetve mérlegelnünk kell bizonyos beruházások között, hogy melyiket fogjuk megvalósítani. Itt fejlesztésekre gondolok elsősorban, ami attól függ, hogy milyen pályázatok érkeznek, és miket tudunk majd meglépni a későbbiekbe. Itt például én nem tartom elegendőnek azt, hogy az utak felújítását most megkezdjük, de ezt valamilyen formában folytatnunk kell, és folytatnunk kell az intézményhálózatunk korszerűsítését is, illetve hát bizonyos értelemben ezeket a fejlesztéseket olyan módon össze kell hangolnunk, mire később még a vita során biztos, hogy visszatérünk, hogy ezek kiegyensúlyozottan egymást erősítve hassanak, és fejlődjen a város ezen keresztül. Köszönöm, akkor még mindig hallgassuk a Városvezető Koalíció másik partnerét, Veller János. Úr a javát elmondta, tulajdonképpen néhány dolgot lehet hozzátenni, illetve ráerősíteni. Az egyik az infrastruktúra fejlesztés, és ebbe a termelő infrastruktúrának tulajdonítaként nagy jelentőséget. Ez ugyanis a gazdaság fejlődését is szervesen segíti, akár reptérről, akár úthálózatról, akár hatosról legyen szó, M6-osról legyen szó. Ezek mind kedvezően befolyásolják Pécsvárosnak a jó, de nem igazán kiváló gazdaságát. Tehát nagyon sok lehetőség lenne, még sajnos a közlekedési elzártság miatt nem lehetett ezt az elmúlt évtizedben kihasználni, itt még vannak lehetőségek, és ha egy jó gazdaságunk van, jól működő gazdaság, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb jövedelem termelődik a térségben, több jövedelem használható fel,
ez vezethet oda, hogy a másik oldalon kisebb önkormányzati kiadásokat igényel, tehát szociális ágazatnak valamilyen kevesebb teher hárul, és nem kell megvalósítani, megoldani. Ez is segíti a költségvetési egyensúly fenntartását a jövőben, ezért fontosak ezek a beruházások. Amit én hiányolok, egyetértve a többivel, amit Bokai Endre elmondott, az a környezetvédelemre jutó források. Itt valamivel nagyobb összegeket lehetne, kellene fordítani, mind a mellett, hogy a Biokom nagyon jó teljesítményt nyújt, nem csak a városban, hanem a régióban olyan projekteket hajt végre, ami az egész régióban valósulnak meg, nagyon kiválóak. Itt kellene előbbre lépni. Ezt azért is mondom, mert a már említett fejlődési pólus elméletnek a harmadik lába, ez a környezetvédelmi, környezetiparnak a fejlődése, ahol ugyancsak lesznek majd nagy lehetőség 2007 és 2013. Hát mit lehet olyankor tenni, ha például tudjuk, hogy az urán rekultiváció majdnem utolsó lépését pont most fékezik be egy kicsit kevesebb pénzzel, mint amennyi kellene hozzá? Hát tudomásul kell venni, hogy az állami büdzsé is határos, és nem jut időben mindenre pénz. Ezeket a programokat ettől függetlenül folytatni kell. Lehet, hogy nagyobb helyi energiát, erőt kell majd a későbbiekben ehhez biztosítani. Egy biztos, az látszik most, hogy a 2006-os nem az az év lesz, amikor a környezetvédelemben kiválót tudunk alakítani, elsősorban azért, mert nagyon sok olyan fejlesztés van már ma, ami leköti a lehetőségeinket és forrásainkat. Köszönöm. Mi az ellenzék véleménye ugyanerről a kérdésről? Nehéz, mert egy nem elfogadott költségvetéstől kell koncepcióról beszélünk, tehát beszélni. Ez nyilván változhat még különböző információkkal. De ami látszik innen az ellenzéki oldalról, az az, hogy az országos költségvetés is alapvetően befolyásolja az önkormányzatoknak a finanszírozását. Az látszik benne az országgyűlési vitából, hogy bár mindig fejlesztésekről beszélünk ezeken a vitákon, hiszen oktatási intézmények fejlesztése került szóba, ugyanakkor nem beszélünk azokról az intézményi szeletekről, akik nem kerültek ezekbe a nagy felújításokba bele. Én azt gondolom, hogy azoknál egyre rosszabb a helyzet. Nem csak a üzemeltetés vonatkozásában, hanem a felújítási projektek vonatkozásában is. Én ellenzéki képviselőként végigjárva az iskolák egy részét, én azt látom, meg az oktatási intézmények egy részét, hogy itt bizony elmaradás van. Van egy-két nagy kirakat beruházás, amit nyilván az ember üdvözöl, és eredménynek tart. Bár zárójelben megjegyzem, hogy éveken keresztül beszélünk ezekről a felújításokról, mire végre elindulnak, és amikor végre elindulnak, akkor pedig hosszabb ideig zajlódnak le, mint ahogy az elején szóba kerültek, zárójelbe zárva. Viszont ami nagyon fontos, azt gondolom, és a város lakosságát talán ez érdekli legjobban, hogy az egyes intézményeink, oktatási intézményeink milyen körülmények között fognak a következő költségvetési évben gazdálkodni, mik lesznek a mindennapjaik. Ebből az látszik, hogy a beterjesztett állami költségvetésből, hogy az önkormányzatok mintegy 130, kötőjel 150 milliárd forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak országos szinten. Ez Pécset úgy fog megjelenni, és ez szinte már sajnos azt kell mondjam, hogy biztos, hogy 14 oktatási normatívát csökkent a beterjesztett költségvetési törvény. Itt elsősorban a legnagyobb érvágást a művészeti oktatás kapja, hiszen itt drasztikusan csökkentik a normatívát, de ha megnézzük a költségvetési koncepciót, akkor azt látjuk belőle kiolvashatónak, hogy az oktatási intézményekre gyakorlatilag kevesebb állami támogatás jut 2006-ra, mint 2005-re. Ennek két oka van, egyrészt a normatíváknak a csökkenése, másrészt pedig ugye a gyereklétszámnak a csökkenése, az igazságkérdőre ezt is hozzá kell tenni. Amit még ellenzéki képviselőként az ember kiolvas ebből a költségvetési koncepcióból, az aztán, hogy a polgármester úr által jegyzett szóbeli előterjesztés soha nem látott bizonytalansággal fogalmazódik meg. Ez azt hiszem, hogy jelzi a költségvetésnek a nehéz helyzetét, és azt is, hogy nagyon nehéz lesz ebből egy olyan költségvetési rendeletet összeeszkábálni, amely mondjuk azért meg is éli a 2006 decemberét. Illetve az is látszik, hogy az önkormányzatnak az eladósodási folyamata az nem áll meg, sőt növekszik, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy ismét 2,7 milliárd forintos hitelfelvétellel számol a költségvetés. Ez egy maximálás, nem? Tehát ahogy én olvastam, akkor bocsánat, hogy belevágok, de csak hogy tisztázzuk, a maximális hitel 2770 millió forint. Igen, ez egy maximális. 2,7. Ezt is fogja venni? Én azt gondolom, hogy enélkül Pécset költségvetést elfogadni nem lehet.
Tehát ez az én meggyőződésem, ismerve ezeket a számokat, és a pénzügyi bizottság ugye elég sokszor megismerkedik ezekkel a számokkal. Ez azt jelenti, hogy 2006 év végére az én számításaim szerint való 9 milliárd forint környékén fog beállni a hitelállomány, amit ha összehasonlítjuk a ciklus elejei hitelállományával, akkor ez egy nagyon nagy növekmény. Ez kb. Azt jelenti, hogy minden pécsi választópolgár ebbe a ciklusban, mint hogyha 60 ezer forint hitelfelvételével támogatta volna a város működését. Ezek a számok mindenképpen látszanak ebből a költségvetési koncepcióból. Köszönöm, Várbír úr. Én úgy gondolom, hogy a költségvetés jelenlegi koncepciója, mind ahogy arról szó is volt, nem törekszik egyenlegre. Nem az a célja, hogy a terveken túl többet mutasson bevételi és kiadási oldalon. Tehát amit a képviselőtársaim elmondtak a másik oldalról, azok egy csodálatos elképzelések, tervek, tehát gyakorlatilag egy fejlődésorientált koncepció, csak miután ez az előterjesztés csupán arra törekszik, hogy a tervezésnek a következő időszakra vonatkozó, következő hetekre, hónapokra vonatkozó irányát megmutassa, ezért nehezen tartható, és én nem egészen érzékelem azt, hogy ezek az infrastruktúrális beruházások a közeli jövőbe termelőre fordulnának, mint ahogy az imént ilyen szó összetételben elhangzott, hogy termelő infrastruktúrális beruházások. Ezeknek kellene lenni, de erre ide még csak nagyon sokára fogunk eljutni. Tehát addig, amíg a bevételi oldalon nincs nagyobb merítési lehetőség, addig feltehetően a jövő felélésével, a tulajdonok elárusításával, az eladásokkal fogjuk tudni nagy részt ezeket a csodálatos terveket megvalósítani, ami eléggé sajnálatos, de úgy tűnik, legalábbis ezekből a számokból, hogy másképp nem oldható meg. Óriási jelenleg az eltérés a bevétel és a kiadási oldalon. Ez eddig normális, mert a koncepciónak ugye ez a feladata, hogy felmérje azt, hogy várhatóan mi lesz a bevétel, és a kiadási oldal pedig kívánságlista. Tehát így kellene lennie, de ennek a realitása ebbe a pillanatban szerintem nagyon messze van a lehetőségektől. Hadd csatlakozzam az ön véleményehez egy érdekességgel. Ugye én kívülállóként olvasgatom ezt a koncepciót, nekem pont azt tűnt fel egyébként, hogy a többihez képest, amik eddig szoktak lenni, ez nem igazán egy kívánságlista. Pont azokat a nagy kívánságokat hiányoltam belőle, amik máskor szoktak lenni, 7-8 milliárddal több szokott lenni, mint amennyi a lehetőség. Tehát ugye mindig fölméri a város, hogy mire kéne költeni. Ebben a költség, ez egy rendkívül realista alapokon, legalábbis így látszik, ha megengednek egy külső véleményt ebben a dologban. Úgy látszik, hogy ebben pont a kívánságlista nincs benne, de ez nem tudom, hogy ez azt jelenti-e, hogy nincs ötlet, hogy minek kéne lennie. Szerkesztő úr, hogyha szabad egy mondattal csak, hiszen mégis ha a fórumról beszélünk. Úgy látom, hogy a közlekedés fejlesztés, az utak rendbetétele, ezek igenis jelentős tervek, ahhoz képest, ami a korábbiakban történt, és erre valóban szükség is van. De például az a szó összetétel, ami frakcióvezető társam szájából elhangzott, hogy a hatos út 2007-re ideér, hát ezt már sokszor hallottuk. Szóval a hatos út már itt van nagyon régóta, nem erről van szó, hanem arról az igaziról, ami az infrastruktúrális lehetőségeket bővíteni. Tehát vannak valóban elképzelések, de én úgy gondolom, hogy ez a lehetőségeinkhez képest maradt el. Köszönöm. Bókai úrnak adom meg a szót azonnal, és arra kérem önöket, hogy az itt látható kérdésekre is válaszoljanak. Ugye volt két kérdésünk, az egyik az, hogy várható-e, hogy tovább folytatódik a szociális bérlakások építése FEMA alatt átadott lakások után, illetve hogy egy kulturális városhoz hozzátartozik a kerékváros közlekedés elősegítése, ilyen táblák vannak-e, vagy kerékpárút készül-e? Ez a kérdés, vagy sáv, kerékpársáv, ugye ez is sok helyen megoldás. Én azért még bedobálnék a kalapba néhány adatot, itt a beszélünk az oktatásról, leírt adat a költségvetési koncepcióban, hogy 400 millió forintos
támogatás kiesést lehet várni, pontosan a gyereklétszám csökkenése miatt. Ön is említette ezt, az ellenzéki képviselők is említették. Ez azért egy elég komoly összeg. Igen, sajnos ez a működési bevételünkből közel 1 milliárd forintot visz el, de hát erről most senki nem tehet, tehát ezt el kell fogadnunk, és ezért kell átalakítanunk az oktatási rendszerünket, tehát ezért gondolkodtunk abban, amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy centrumokat hozunk létre, hogy az oktatási intézmények funkcióját átalakítjuk, átszervezéseket próbálunk megcsinálni, természetesen a szakma egyetértésével. De hadd reagáljak néhány eddig felvetett problémára, amit előbb ön mondott, hogy nincsenek benne a új dolgok. Vannak bennem, mert például az útfelújítási program, a Szopjáné program ide tartozik. Ez egy 8 milliárdos, tehát egy hihetetlen nagy összegű programról van szó. És a másik pedig azért, én azt hiszem, hogy külön témaként kell egy pár szót a végén beszélnünk erről, hiszen egy 36 milliárdos beruházási programcsomag előtt áll a város, amit a kultúra és főváros beruházásai kapcsán fogunk megvalósítani. Ebből az 5 legnagyobb, az egyik a Zsolnai gyárnak a rehabilitációja, tehát a gyár területének átalakítása. Másik a hangversenyterem, ezek nincsenek bent most a költségvetésben, de ezt mindannyian, közösen mind a 4 politikai szervezet, vagy a politikai pártok együttese elfogadták. Tehát azt hiszem, hogy ezért ennek a kidolgozása most kezdődik meg. Ide tartozik a hangversenyterem mellett ugye a nagy kiállítótér, a megyei és a városi könyvtár összevonásával új könyvtárközpont megteremtése, és egy hallatlanul színes 5. beruházás, ez a város közszereinek a megújítása. És ha odaérkezünk majd, hogy tudok válaszolni a kerékpárutakkal kapcsolatosan, akkor erre is egy pár szót mondanék. Nyugodtan lehet most is. Ha most is. Ez a közszerek megújítása azt jelenti, hogy Pécs karsztvizes város. Tehát nagyon sok patak egyébet eltüntettek az elmúlt években, és rájöttek építészeink, hogy ez nem túl szerencsés dolog, hiszen ezek a karsztvizek valahol, ezekbe a mély pincékbe, amit sokszor eltemedékeltek, utat törnek maguknak, és váratlan leszakadások következtek be, ami 1-2 éve alatt itt az utóbb 2 példát is tudnék említeni. Most ezeket a karsztvizeket szeretnénk felszínre hozni, egyrészt kezelhetőbbek lesznek, másrészt a város sokkal barátságosabb, egy egyedi arculattá teszi. A régi lakosok biztos emlékeznek rá, hogy a különböző területeken, Ágoston tértek kezdve, jó néhány helyen voltak források. Ahol a víz folyt a csövön keresztül, a tetjepatak is konkrétan jön. Azért Felsőmalom utca, Felsőmalom, mert falmok, mert malmok voltak. Igen. De ugyanígy neveztetjük a messzes patakot is, tehát ezeket a felszíni vizeket ki akarjuk tisztítani, illetve amely forrást lekényszerítettünk a föld alá felszínre kívánjuk hozni, és ezek mellett akarunk kialakítani olyan kerékpárutakat, hogy megváltozzon a városnak a funkciója. A város ma olyanná vált a rendkívül nagy forgalomtól, hogy mindent az autók fogadnak el, a tereket, az utcákat, és gyakorlatilag az ember elmenekül a városban, nem tud beszélni egy-egy forgalmas utca mellett, mert nem hallja a társa válaszát vagy hangját. Most szeretnénk ezeket úgy kitisztítani a várostól, hogy ezeket a köztereket visszaadni, új funkciót adni, és egy igazi városias légkört adni, ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, sportolhatnak, különböző korosztályok játszhatnak. Egészen látványtervék, tehát olyan látványterveket dolgoztak ki a tetjén, és ami különböző vízesíseket és egyebeket produkál, hogy a gyerekek nagyon nagy élményet tudnak. De ez játszani. Most nem ebben az évben történik. Ez a következő 4 év alatt fog megtörténni. Most azért mondom azt, hogy ezek olyan komoly beruházások, hogy ezeket évről évre kell beépítenünk, előkészítenünk, és nyilván egy-egy ilyen beruházás, hiszen most elhatároztuk ennek a kidolgozása, hát azt jelenti, hogy több évet vesz igényben, mert mind a költségei, mind az építészés, közbeszerzési előkészítések rengeteg. Bocsásson meg csak, hogy közbevesek egy kérdést, és csak annyit, hogy ez igazából nem nagyon van benne ebben a koncepcióban még. Én most említettem, hogy ebbe a koncepcióba azért nincs bent ez, mert egy külön programként elfogadtuk, tehát egy könyvet adtunk ki, most hát a Határtalan város címmel, és abban mindezeket nagyon szép illusztrációs képekkel közzétettük, leírtuk, és ezek úgy kerülnek be, ahogy bejön majd ezek az előterjesztések, mint építészeti, egyéb megvalósítási tervek, a különböző engedélyek elkérése, tehát ez egy folyamatos dolog lesz, és ez azt hiszem be fogja határolni az elkövetkezendő 4 év fejlesztéseit. Tehát itt a költségvetési koncepcióban most a szerényebb elképzelések vannak, és ezek a grandiózus tervekhez nyilván uniós támogatásokra és központi kormányzat által adható támogatásokra számítunk. Tehát azért mondom, hogy ez egy más típusú, más léptékű arány. Ha kiegészíthetem ezzel, tartalmaz a költségvetés egy prioritást. Méghozzá a 2006 évre,
ami azt mondja, hogy az önkormányzati közszolgáltatások finanszírozása, helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátása, Európai Uniós fejlesztési források hatékony felhasználása, erre célzott? Igen. És a tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítása, tehát ezek olyan kézzelfogható dolgok, amik láthatóak, és mindenki bólogat erre, tehát akkor ezek szerint ez azért tervezhetően megvalósul. Hát ezt majd meglátjuk, mert épp a tömegközlekedés, hogyha megnézzük a költségvetésbe, akkor elég iszonyítató számokat olvasunk. Ugye 800 millió forintos támogatási igényt egy költségvetési éven belül, és azon felül pedig tőkeemelési igényt közel 400 millió forint értékben. Erről már tavaly is beszéltünk, hogy az új kormányzati támogatási rendszerben sajnos a tömegközlekedés az háttérbe szorult, és hogyha ez igaz, hogy a Pécsi Közlekedési Részvénytársaságot ilyen mértékig kívánja a városvezetése támogatni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a költségvetési kiadási oldalat, akkor első helyen a tömegközlekedés fenntartása, és még azt mondom, hogy nem is a fejlesztése fog az első rendű szerepet vállalni a pénzköltési források között. Tehát most átneveztünk ugyan a gondok részére, de azt gondolom, hogy erről is kell beszélni. És nyilván azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos az, amit a Bókai képviselőtársam, frakcióvezető úr mondott, mert ebben a koncepcióban még benne sem lehet, hogy az Európai Kulturális Fővárosi projekthez kapcsolódó támogatást, mert igazából ugyan tudjuk, hogy vannak kormányzati ígérvények, de fehéren-feketén lerakva az, hogy melyik évben mennyi pénzt kap a város, azt hogyan kapja meg, milyen úton, módon, ez még nincs meg. Ezért is mondtam azt, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és tényleg közös elképzelés, hiszen amit Bókai Endre is vázolt, a városi köztereknek a felújítása, abban például sok-sok ötlet az ellenzéktől is származik. Ennek mi egyébként örülünk, és azt gondolom, hogy ez olyan program, ami egy közös gondolkodásmódot a város irányításában, fejlesztésében mindenképpen el kell, hogy indítson, mert nem lesz belőle kiszállás. Tehát ez egy olyan vonat, amire felszállt most a város, és a városnak a költségvetési programját, a beruházási programját tulajdonképpen ez fogja meghatározni. Szerintem egyébként nagyon kevés időnk van rá. Most csak mondok egy konkrét példát, mondjuk a multifunkcionálisnak nevezett kiállítóterem és hangversenyteremnél, ahol a közgyűlés egy nagy, és azt gondolom, hogy tartalmi vita után hát végül is elfogadta azt a részt, azt a területrészt, ami ugye a teniszpályák helyén helyezkedik el a balokányhoz viszonylag közel. De azt gondolom, hogy csak a problémákat mondjuk ki kell írni egy olyan nemzetközi közbeszerzési eljárást, ami tervpályázatról fog szólni. Utána meg kell terveztetni ezt az épületet, utána nyilvánvaló, hogy akkor a projekt, hogy nemzetközi tendert kell kiírni a megvalósítására, és ez nem csak egy egyszerű terem, hanem egy multifunkcionális terem, tehát a kivitelezésre is sokkal bonyolultabb lesz, mint az eddigi bármelyik beruházás Pécsen, plusz még oda jön egy hangtechnika. Két házat kell építeni, egy házat belül, egyet meg, ami körül van. Plusz még a hangtechnikát is be kell tenni, ami szintén egy nagyon bonyolult és összetett feladat, és ezen felül még meg kell oldani a parkolási gondokat és a közlekedési gondokat, és a mostani területfelhasználóknak az elhelyezését. Hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ez a 4 éve szerintem borzasztó kevés, hogy mondjuk ez 2010. január 1-ére álljon, és akkor persze itt meg lehet fogalmazni azt a kritikát, amit egyébként elmondtunk közgyűlésén is, hogy kellett volna merni nagyot álmodni, és azt a 10-20 éves elképzelést, hogy a Búzatéren fenntartjuk a területet a konferenciateremnek, talán még 2 évig fenn kellett volna tartani, és akkor talán nem a Királyház épül oda, hanem ez a terem, és akkor mondjuk sokkal olcsóbban meg lehetett volna valósítani ezt a beruházást, de azt gondolom, ez már a múlt, itt előre kell nézni, és igazából arra szerettem volna ezzel reflektálni, hogy ebbe a költségvetési koncepcióba gyakorlatilag csak olyan jellegű elképzelések valósulnak meg, hogy az a központ, ami ezt az egész programirodát működteti, az mekkora pénzt fog ahhoz kapni, hogy ott a szakmai munka az zavartalan körülmények között folytatódni tudjon, mert azt gondolom, hogy az a csapat, aki ezt az egész pályázatot megírta és letette az asztalra, megérdemli a bizalmat. Köszönöm, Beller úr. Ha már egy csapongunk itt a témák között, maradjunk. Hát végülis még mindig a költségvetésnél vagyunk, és nem is megyünk messzire. Csak a célok és feladatok között csapongunk. Maradjunk egy kicsit még ennél a kulturális fővárosnál, annál is inkább elhangzott itt a multifunkcionális központtal kapcsolatos, ha úgy tetszik,
tevékenysor, feladatsor. Ezért egyet tennék még hozzá, amit szeretünk elfelejteni, amikor tervezünk és előkészítünk. Ennek lesznek működtetés és fenntartási költségei, nem csak 2010-ben, hanem későbbiek során is. Tehát ezekre is tekintettel kell lenni, amikor nagyot merünk álmodni, hogy mekkora is ez a nagy álom. Bírja a város, mint 2011-ben, 12-ben is, ezt is figyelembe kell venni, avagy meg lehet ezt oldani esetleg más formában, más forrásból, magántőke bevonásból, és ezért fontosak azok a projektek, amik szerepeltek a kulturális főváros pályázatban is, amiben egyet is értettünk annak idején, hogy ez nem mind önkormányzati forrásból valósuljon meg, mert akkor bizony az önkormányzat nyakába fog maradni idézőjelbe, és az önkormányzati költségvetésből, ami úgy tűnik nem lesz azért hosszú távon sem egy rózsás helyzetű költségvetés, abból kell fenntartani. Ez fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük. Ha már csapunk, akkor én visszatérnek egy másik témára is. Szerkesztő felolvasta azokat a fő prioritásokat, ami az előterjesztésben van. Egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Ezek a központi költségvetésnek a prioritásai, nem a pécsvárosi koncepcióé egy az egyben. Az egy másik kérdés, hogy szerencsés helyzet alakult ki, mert ezeket mi is vállaljuk, és a mi koncepcióinkban is szerepelnek, tehát van egyfajta egybeesés, ami arra ad okot, illetve optimizmusát, optimistává tehet bennünket, hogy kapunk majd ezekre a feladatokra támogatást. Szóba került a tömegközlekedés. Tavaly szerződést kötöttünk a közlekedési RT-vel, ami előírja kötelezően, kinek mi a feladata, milyen finanszírozási rendben, milyen formában történik majd a hiányoknak a kiegyenlítése. Ez, ami ma ebben a költségvetésben szerepel, ez ma, hogy tetszik, október végi adatok alapján látszik, hogy ennyibe fog kerülni a következő év, amivel az ellátási szerződés alapján, illetve a szolgáltatási szerződés alapján a városnak fizetni kell. Ebből plusz az a bizonyos alaptőke emelés, amit már 5 évvel ezelőtt, amikor a buszparknak, autóbuszparknak a megújítása volt téma, egy hosszú távú szerződés keretében vállalt a város. Ez annak a része. Ezen rajta vagyunk, nem tudunk leszállni. Előnyt kovácsolhatunk belőle, ha nem kötöttünk volna tavaly szerződést a vállalattal, akkor bizony súlyos kár érhette volna a város, nem csak a vagyon tekintve, hanem a jövőbeni feladatellátást tekintve is, mert akkor más lépett volna be rövid időn belül ennek a feladatnak az ellátására. Lenne még néhány téma, de frakcióvezető is jelentkezett, és aztán elő fognak kerülni. Mondatra adjam vissza Bokai úrnak a szót, mert ott a szociális lakáskérdésre nem válaszoltunk, és szerintem azért hallgattuk, vagy nézőink kérdése, miket beszélek. Nézőink kérdése azért nagyon fontos, hogy az időben választ kapjam. Köszönöm szépen. Kérdés úgy hangzott, hogy folytatódik-e a szociális lakásépítés kint Kertvárosba. A válaszom az, hogy most egy más programot próbálunk kidolgozni, tehát nem egy ilyen nagy tömbös beruházásba gondolkodunk, hanem a város különböző pontjain olyan önkormányzati telkeken kívánunk lakásokat építeni, amelyek kisebb tömbökbe helyezik el a lakókat, tehát nem úgy, mint most 116-tal. Ami építkezés meg most ott kint látnak, az egy 600 fős lakásegyüttest építő, de magánvállalkozásos beruházás. Köszönöm szépen. Örülök, szerkesztő, hogy visszatértünk egy kicsikét a költségvetésre. Bár nagyon fontos az Európa kulturális fővárosa, de mindennel ma nem tudunk foglalkozni. Csak azért kellett erről beszélnünk, mert mindenkit az érdekel, és aki majd nézi a költségvetési vitát, ezt most tisztáznunk kellett, hogy miért nem azokról a fejlesztésekről fog szólni a költségvetés koncepciójának a vitája, amik az Európa kulturális fővárosban vannak. Ezért volt az, hogy ezt egy kicsit eleresztettük ebbe az irányba, de parancsoljon. Természetes, ön irányítja a beszélgetés vonalát. Én azért úgy gondolom, és talán nem vagyok egyedül vele, hogy a városnak ez a költségvetési koncepciója az országos költségvetés leképzéseként a helyi önkormányzatnak a védekező, reflexzerű, reagáló költségvetése. És itt most nem csak a demográfiai hullámból adódó problémára utalok, ami az oktatási intézményekkel kapcsolatos,
csodálatos fejlesztések lesznek, de emellett centrumok, összevonások, a helyi kisközösségek sérülésével járók, hanem az is, hogy nem a család az, ami a figyelem, a fejlesztés, a tervezés, gondolkodás középpontjában van. Tehát ez is oka, vagyis az országos költségvetés is oka, hogy tulajdonképpen amit itt vágyként leírunk, ez részben csak reagálása ennek. Hát bízzunk benne, hogy azért a következő év során itt egy kis változás lesz ebben a koncepcióban, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen arra kell törekedni, hogy a grandiózus, nagy terveket egy kicsikét prioritási sorrendbe állítsuk, ahogy az anyagban is szerepel. Tudnék, rendben van az, hogy fel van ez sorolva valamely sorrendben, de hogyha mindenbe bele akarunk kapni, akkor ez így biztos, hogy nem teljesülhet. Tehát azt látom, hogy túlzottan nagy az igény, nagyon nagy a szakadék a lehetőség és a kívánság között. Tehát óriási feladatot kell ellátni azoknak, akik ebből a koncepcióból, tervből egy olyan költségvetési vitaanyagot, közgyűlési anyagot készítenek, ami az elfogadás stádiumába lesz. Nagyon sok mindent le kell faragni ebből sajnos. Én nem ennek vagyok a híve, de úgy gondolom, hogy beruházási plusz költségeket, plusz pénzeket nem nagyon tudunk szerezni. Ezért nincs sokkal több lehetőségünk, mint a tervezett kiadásoknak a nagyságrendnyi csökkentése, hogy egyenlegünk legyen. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hadd reagáljak néhány dologra, mert képviselőtársam, amit mondott, hogy szakadék, ha jól értettem a tervek között, ilyen fejlesztési elképzelés Pécs városában még sose volt. 8,6 milliárd forintot fordítunk idén a fejlesztésekre, tehát ez egy történelmi pont. Az előző évben, pedig 2004-es évben se volt csekély összeg, 5,5 milliárdot fordítottunk fejlesztésekre. Na most a másik, amit tudni kell, hogy ezek a fejlesztések, ahhoz, hogy a törvény úgy szól, a közbeszerzési törvény, hogy a költségvetésbe be kell állítani teljes összeget, ahhoz, hogy közbeszerzési pályázatra kiírható legyen az adott beruházás. Adott esetben a 116 bérlakás megépítését be kellett állítanunk egy korábbi költségvetésre. De ennek a kifizetése nem most történik. Most a repülőtér felújítása például beállítottuk ebbe a költségvetésbe, de egész biztos vagyok benne, hogy nem, hogy 2006-ba, 2007-be kerül talán kifizetésre, hiszen a beruházás elhúzódik. És ezért azt mondjuk mindig, hogy ezek az egyes évek kevésbé tükrözik a tényleges fejlődés, fejlesztés, és ennek az anyagi vonzatait. Tehát ha egy több éves költségvetésről beszélünk, 2006, 2007, 2008-ról, akkor jobban el tudnánk mondani. És még egyetlen egy mondatot hadd mondjak, amikor önök hiányoltak az előbb, hogy tulajdonképpen a tőke vonzó képességünk, hogy az hiányzik. Amikor a hangversenytermet Balokányba helyezzük, akkor ez egy nagyon tüdetés döntés volt. Ha Búzatéren helyezzük el, akkor oda nem tud oda települni senki. Az egy abszolút beépített közegé válik. A Balokány mellé azért tettük, mert már a fürdőre jelentkezett magántőke, hogy látványfürdőt csinál belőle. Tehát a beruházást vállalja. Másik, jelentkeztek többen érdeklődők, hogy szállodát ott a hangversenyterem mellett hova építhetnek. És ha végig gondoljuk, hogy nem messze van 48-as tér és az egyetem, ennek a központi része, akkor abban a pillanatban látszik, hogy egy nagyon komplex bázist építünk, aminek csak az egyharmadát, mondjuk ki talán így, hogy egyharmadát vállalja az önkormányzat, és az összes többi hozzáépítést már a magántőke fogja végezni. És csak hadd éljek még egy példával, bocsánat, hogy gondoljuk végig most a budai Vámnál Tesco építést. Tehát 10 vagy 15 éves útrendezés most történik meg ott. Korszerű, jó minőségű, lebontják azt az öreg sorompót, eltűnnek a vasúti sínek, mióta, és ez mind a Tesco beruházás következménye. Tehát így gondolkodjunk ebbe, hogy jön egy magánberuházás, és a környezet rendezésével nagyon sokat segít az önkormányzaton. Kétségtelen, és mielőtt valóban visszaadnám a szót, feltétlenül szeretném, ezeknek mind mindenki örül. Csodálatos. Csak az alapprobléma az, hogy akkor, amikor valóban nagy beruházási tervek vannak, a város eladósodik. Elad minden mozgatható vagyont. Föléli a jövőt. Az arany tojás tojó tyukot
Tehát alapvetően ez a másik koncept, jó, hát képletesen, természetesen, de lényeg, hogy valóban, ha föléljük a tulajdonunkat, a jövőnket, akkor a következő években erre nem lesz szó. És bocsánat, hogy elvettem a gyors reakcióval a lehetőség választ. Semmi gond, csak van egy-két dolog, amire mindenképpen reagálni kell. Tehát azt gondolom, hogy itt a legnagyobb baj, hogyha így belementünk ezekbe a részletekbe, hogy tudatosan nem is tudott másképp dönteni a város, hiszen a Királyháznak a Buzatér felső részét, azt már eladtuk, az alsó részét, azt már korábban eladtuk. De azt most, hogy tudom, vissza akarjuk szerezni. Vissza akarjuk szerezni, hát kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan sikerül. Azt is látom, hogy a Magasházat is vissza akarjuk vásárolni, hiszen ez is benne van a koncepcióban 250 millió forinttal. Csak a legnagyobb baj az, hogy a 8,7 milliárdos fejlesztések és a bevételek között van egy elég nagy és sok milliárdot tartalmazó luk, amit nem tudom, hogy hogyan fog majd megoldani a kormányzó koalíció. De az is érdekes, hogy ezeknek a beruházásoknak, illetve az egész költségvetési egyensúly megteremtésének, ami egyrészt abból adódik, hogy az állam kevésbé finanszírozza az önkormányzatot, kik fizetik meg az árát. Én megnéztem azt, hogy a pécsi lakosság az mennyi helyi adót és olyan adót fizet, ami ide folyik be a városhoz. Egy ilyen adó nem van ugye a személyi gépkocsik után és a terrautók után befolyó adó. A 2005 és a 2006 év közötti különbség plusz 25%. Egészen elképesztő ez az összeg. Ennyivel több adót szed be a város a pécsi polgároktól, ennyivel emelte meg a pécsi testület és a pécsi közgyűlés azt az adóterhet, amit a pécsi polgárokra kiró. Ez mindegy 6,5 milliárd forintot jelent 2006-ban. Ezt is azért tudnia kell a kedves tévénézőknek, hogy ez az összeg, ez 25%-kal több, mint amit 2005-ben ez az önkormányzat beszedett a pécsiektől. Erre reagálni kell, azt hiszem. Hadd kérdezzek erre, ezt most nem értem. Hogy lesz? Hiszen egyáltalán nincs egy forinttal nincs több beállítva adóbevételről. Tehát azért kérdezem, hogy meg gépjármű adóról beszéljünk konkrét számokról. Beszéljünk erről, mert ez mióta mindenkit érint. Az építményadó a 2005 évi költségvetési koncepcióban 400 millió forinttal szerepelt, a 2006 évi költségvetési koncepcióban 640 millióval szerepel. Ha megnézzük az iparűzési adót, az 4,1 milliárd forinttal szerepelt a 2005 évben, most 5 milliárd forinttal szerepel. Lehet itt a fejünket nógatni, de meg kell nézni az előterjesztéseket. Vagy nézzük meg a gépjárműadót, ami 615 millió forinttal szerepelt, és most 2006-ra 750 millió forintra emelkedik. És még egy érdekesség, hogy nyilvánvaló, ezt is lehet persze tervezni a bírságoknak az összegét. Ez 2005 évre 40 millió forinttal volt tervezve, 2006. évre pedig 60 millió forinttal van tervezve. Tehát ezek azok a számok, amikre én azt mondom, hogy akárhogy is van, akárhogy is számoljuk, ezeket a matematika szabály szerint összeadjuk, akkor a 2005 évi számok és a 2006. évi számok között plusz 25% van. Szabad erre reagálni mindjárt. Ugye egyetlen dolgot kell először tisztázni, tehát volt ebben egy olyan szám, ami nem fedi teljesen a valóságot. Az iparűzési adó bevétele idejében az 5 milliárdot jelentősen meghaladja. Tehát ehhez képest, költségvetési koncepciókról beszéltem. Ehhez képest kevesebbet tervezünk a jövő évre. A többi adónál igazok ezek az emelések, vagy illetve emelkedések összegszerűségében, de ennek az adó terhe, adó mértéke és kulcsa nem változott. Ez abból adódik, hogy Pécset több személygépkocsi, több teherautó fut, mint eddig. Adómérték nem emelkedett, akkor az adóösszeg emelkedhet. Mértékben mindeddig képviselő nem ismeri a törvényi szabályokat. A törvényi szabályok azok úgy testelik rá a gépjármű tulajdonosokra a terheket, hogy különböző kedvezményeket éves szinten megvonnak a gépjármű tulajdonosoktól. Ezt majd mindenki fogja majd tapasztalni a következő évben, amikor majd küldik ki. Hát ez a különböző katalizátor fokozatokba besorolt autóknak gondolom a kedvezményei, és más egyéb hasonló kedvezmények. Ezekről mindeddig semmiféle döntés nincs. Tegyem hozzá, azt gondolom, ezek átengedett. Ki kell nyitni a költségvetési koncepciót, és ez oda le is van írva. Ezek tehát akkor nem tetszett elolvasni. Én most meg fogom keresni, miközben
majd a kamera. Ez jó, még van pár percünk. De átengedett bevételek, és én jól tudom azt, hogy például nyilván az is egy funkció, hogy fölemelte a város a különböző adó nemeket és tartalmakat az építményadónál. Én hallottam olyan érvelést költségvetési összefüggésekben és a közgyűlési érvelésekben, hogy ez mégse adóemelés, csak én azt látom, hogy a 2005-i évi költségvetési koncepcióban 400 millió forint volt beállítva, bocsánat, és 640. Jó, akkor most én adok időt önnek, hogy megkeresse, és képviselő úr, akkor viszont tisztázzuk, adó mérték emelés történt-e? A kedvezmény megvonás történt-e? Semmiféle kedvezmény megvonásról nem tudok. Tehát ezt a kormány állapítja meg a gépjármű adót, ilyenről egyszerűen én a magam részéről sehol se hallottam, nem tudok, ilyesmiről országgyűlés erőt sincsen. Egész egyszerűen az, hogy az autók száma növekedett jelentősen, és ezért jelenti azt, hogy nagyobb a bevétel. Másik dolog az építményadóval kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy a legutóbbi vitán pont az önök egyik képviselőtársával hozta föl, hogy miért van az, ha valakinek 6 lakása van, és mind a 6 lakása kisebb, mint 80 négyzetméter, akkor miért kell neki most adót fizetni a 7 lakás után, mert egyet, vagyis 5 lakás után, mert egyet ő használ, azért természetesen adómentes, és miért kell neki fizetni? Tehát ez volt a változás. Mi azt válaszoltuk erre, hogy azért, mert az érintett nyilván ezeket a lakásokat albéletbe kiadja, tehát jövedelemmel rendelkezik utána, és ezért kerül. Tehát ennyi volt a válasz. Nem az összegszerűség, nem a tételes szám növekedett, hanem azt mondtuk, hogy az mégiscsak tartható. Akkor ez egy véletlenzett adó elnézést, mert azért elviekben be kéne, hogy jelentse az adóját, pontosan, és akkor kétszer adózik? Nem kétszer adózik, ő egyszer se adózik, pillanatnyilag épp ez a problémát. Tehát egyszer úgy véljük, hogy tisztességes dolog az, hogy adózzon. És a másik, tegyük hozzá, 64 ezer lakás van ma Pécsen számszerűen. És a 64 ezer lakásban összesen 7 ezer, amelyik fizet adót. És ennél jóval nagyobb számba kellene adót fizetni, és ez azt jelenti, hogy nem jelentették be jó néhányan. De most úgy érezzük, hogy a korrektség megkívánja, hogy azokkal szemben is, akik bejelentették és vállalták ezt a kötelezettséget, mások is tegyék meg, és amennyiben van adófizetési kötelezettségük, ez szerint járjanak el. Tehát itt nem adó növekedés, nagyon fontos ezt tisztázni, nem adó növekedésről van szó, hanem az adó alanyok számának növekedéséről. Az iparűzési adó nem változott semmennyit se. Hát az már nem is tud. Nem is tud változni, így van. De az iparizési adóból azért van nagyobb jövedelem, mert nyilván maga a gazdaság termelő képessége növekedett. Ezt ne rújjuk már föl hibaként, inkább ennek örüljünk. Ugye az építeni adóhoz két mandatot. Az egyik az, hogy ez volt az, amit tavaly évvégén elfogadtunk, hogy egy tervszerű növekedési ütem mellett, tehát nem egyszer egy nagyon drasztikus, hanem 3 év alatt mindegy 50%-os emelés történik meg. Ez nyilván meglátszik ebben is. Ami ebben fontosabb, az az, hogy megindult egyfajta feltárás, mert ugye minden adó az önbevalláson alapul. És nagyon sokan nem vallották be, az önkormányzati nyilvántartás pedig olyan volt, amilyen nem léteztek akkor számítógépes rendszerek, informatikai rendszerek, és annak idején járt egy 10 éves adókedvezmény, abban az esetben valaki új lakást épített. Ezek a 10 évek lejártak, és aki megépítette a házát, az elfelejtette önbevallani, és úgy maradt, most az adóiroda elkezdett egyfajta feltérképezést, felmérést. Nyilván ezért szerepelnek bírságok és hasonló, mert kiderült, hogy már esetleg 5 éve fizetni, vagy 3 éve fizetni kellett volna adót, csak elfelejtették egyszerűen, hogy lejárt a kedvezmény, és innentől fizetni kellene. Ez is benne van ezekbe az emelkedésekbe. Én azért visszatérnék még nagyon röviden egy másik kérdésre. Akkor előbb engedjük meg Nagy Csavának, hogy bizonyítsa igazát, mert azt mondta, megkeresi a... Így van, megtaláltam, tehát én nem szoktam a levegőbe beszélni, mint ahogy képviselőtársai megszokták. Szó szerint idézni a következő mondat szerepelben. Azt szokhatták meg, hogy nem szokott levegőbe beszélni, oké? A gépjármű súlyadó tekintetében a megszűnő, vesző, csökkenő kedvezményekkel és a teljes adóbevétellel számoltunk, írja előterjesztő egyébként dr. Toller László az anyag. Tehát én erről beszéltem, ezért mondtam, hogy el kellett volna olvasni az anyagot, és akkor tudják képviselőtársam, hogy miről beszélünk. Egyébként azért csak kiderült számomra, hogy akkor csak mégiscsak volt adóemelés. Ennek azért örülök. Köszönöm szépen. Döntöttünk erről. Köszönöm. Volt még egy téma, amit akartunk érinteni, de 2 percünk van az adásból. Igen, úgyhogy... Nagyon röviden, amit nem érintettünk, illetve csak részben, ugye ez a forrás felhasználás című kérdéskör. Az EU forrásokra van. Itt ugye egyet kell látni, hogy
külön lehet választani a működésre jövő forrásokat és a működési kiadásokat, illetve felhalmozási jellegű bevételeket és ezeknek erre tervezett költséget. Most pillanatnyilag a költségvetési koncepció azt a gondot jelzi előre, minden évben tegyem hozzá, hogy a működési oldalon 5 milliárdot meghaladó hiány van pillanatnyilag, még a felhalmozási oldalon ez nem éri el a 2 milliárdot. Ez a beruházások a felhalmozási oldalon. Így van. Most ebből korábbi években ugye mindig a felhalmozási bevételből lehetett pótolni valamilyen szinten, nem 5 milliárdos, hanem ettől lényegesen kisebb szinten a működést. Erre most pillanatnyilag nem látszik akkora lehetőség, mert a szabadon felhasználható eszköz, ami átcsoportosítható, az összesen egy ilyen 2 milliárdos nagyságrendettől egy picivel több. A többit, azt az 5 milliárdból, azt a több mint 3 milliárdot valamilyen más forrásból kell részben kiegészíteni, részben pedig a költségvetési pillanatnyilag számított összegeket, tehát költségvetési kiadási összegeket mérsékelni. Emellett benne van a 4,5 milliós béremelés, ugye az a felvezetőbe volt kérdő, 4,5 százalékos béremelés, ez mind szerepel. Egyetlen egy megjegyzésem lenne így zárszóként. Egyébként teljesen nem értek egyet változatlanul a frakcióvezető úrra, mert tételesen nem sorolták fel, hogy mi hiányzik, de azt tudom, hogy 2004-ben, tehát az elmúlt évben 5,7 milliárd forintot nyertünk különböző pályázatokon uniós támogatásokban. Tehát ez egy olyan forrás, amit még nem ismerünk. Ha 2004-ben ennyi volt, 2005-ben legalább ugyanezt az összeget eléri, és ezzel nem tud számolni ez a költségvetési koncepció. Tehát a magunk részéről azért vagyunk optimisták, mert olyan forrásokkal rendelkezünk, aminek még nem látjuk igazán a távlatait, és ezek olyan lehetőségek, ha nem kezdjük el ezeket a beruházásokat, akkor elveszítjük ezeknek a forrásoknak az elérhetőségét. Tehát ezért kell egy fejlődési pályára állítani az város, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy egy kicsit túltervezzük, vagy túlméretezzük az elképzeléseinket. Hát, hogy ezek mik, pontosan ez az ISPA 2-3, az ISPA víz, ivóvíz 2-3, a Krezsa-Horváth iskola és a déli autóbuszpályaudvar, ami most fut EU-s pályázatban, ha jól tudom. Igen, plusz az út felújításokra ugyanúgy számolunk EU-s pályázatokra. A továbbiakban számolunk még más területeken is, tehát a megadom központi beruházásokra. Megadom a reflexió lehetőséget végig. Csak azért, mert volt két kérdés, és azt gondolom, hogy egy ilyen fórumra akkor kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Az egyik, hogy én egyetlen egy fillért nem látok itt kerékpárutakra, és a legnagyobb bajom az, hogy a politikai kinyilatkozásokon túl sajnos a gyakorlati szándékot sem igazán látom sehol a Városháza környékén, hogy ezek megvalósuljanak. Őszintén akarunk válaszolni, teszem hozzá sajnos. A másik pedig azt hiszem, hogy a bérlakás építési program most egy nagy fékezést fog kapni, és tulajdonképpen gyakorlati értelemben most azt gondolom, hogy le fog állni, legalábbis ebbe a költségvetési koncepcióban én nem látok olyan költségvetési forrást, ami új lakásépítést kezdene el. Hát akkor a lakásbizottság elnöke meg tudja mondani, hogy most így lesz, vagy nem, mert ezért ezt tisztázzuk. Kíváncsi lennék, hogyha van ilyen, akkor hol van benne? Nem, a kormánynak két új programja van bérlakásépítésre, és mi erre várunk. Mind a kettő ott van előttünk. Tehát én nem tudjuk, a kormánynak az ígéreteiről, hanem itt konkrét elképzelésekről szerettem volna hallani a költségvetési koncepciót. De minden bérlakásépítés központi támogatása valósítottunk meg, tehát nyilván nekünk ehhez kell igazodnunk, és most várjuk azokat az előterjesztéseket. Igen, érdemes lenne erre egy külön megbeszélni. Jó, remélem, rendben, nem szűnik meg. Nekünk itt végünk van, be kell fejeznem a műsort. Nagyon köszönöm, hogy a stúdióba fáradtak és megosztották véleményüket. Én azt gondolom, hogy akkor kaptunk egy feladatot, televíziósok, hogy csináljunk egy ilyen fórumot. Szerintem kedves nézőink szívesen részt vesznek egy ilyen beszélgetésben, és a lakásügyekkel kapcsolatosan építményadót is idehozhatjuk akkor arra a beszélgetésre. Megígérem önöknek, hogy minél hamarabb szervezünk egy ilyen beszélgetést. Egyébként ezt a vitát önök tudják folytatni, fogják is folytatni csütörtökön a közgyűlésben, melyet a Pécs TV élő egyenes adásban közvetít, és szombaton megismétel. Ha valaki nem tud tévét nézni, az interneten is megnézheti a műsort, hiszen a közgyűlés az interneten élő egyenes adásban szintén látható. Még egyszer megköszönöm mindannyiuk jelenlétét, kedves nézőink, megtisztelő figyelmét, viszontlátásra.